gyerekek, konkrétan nincsen négyzet milliméter a ruhámon, ami ne álltott volna át. A sümlőderemről is folyik a víz, zuhog az eső. Szép novemberi nap, egyébként november 4-e van, és majdnem 2,5 kilométer meg volt ma. Hát ez a mai nap, ez katasztrófa. Pedig esik az eső. Hűvös nincsen mondjuk, mert ez is volt az egyik bajom, hogy nagyon meleg volt. Kezdjük az elején, ugye azt hiszem, hogy reggel jelentkeztem be utoljára, amikor a futással végeztem, az nagyon jól ment. Meg jól is éreztem magam utána. Aztán, hogy is volt? Igen, utána egy kicsit hullahopoztam, kedvenc zenéimre, közben Danuska itt a zörgő golyójával játszik. Igen, aztán, ja igen, takarítottam, mert igaz, hogy csak aput vártam, de kb. Mintha angol királynőt várnám, annyira. Erről egyébként le kéne szoknom, hogy ha valaki jön, akkor egy porszemet se találhat, ez a mániám. Pedig nem vagyok ilyen nagy rend és tisztaságmániás, de egyszerűen nem tudom elviselni, hogyha jön valaki, és valahol tudom, hogy mit tudom én, nem kifogástalan a tisztaság vagy a rend. Na, szóval apu jött 10-re, és egyébként Daniellával most találkozott úgy először, hogy 3 hetesen látták egymást utoljára, és hát félt egy kicsit tőle, mármint a Danuska aputól. De nem volt itt sokáig, úgyhogy nem is igazán volt idő rá, hogy megbarátkozzanak. Na mindegy, már ott egy kicsit apu fölidegesített, mert valamit nagyon nem értett meg. Ja igen, ma mentünk ügyet intézni, mert a dédszüleim Ausztriában vannak eltemetve, még 1980-ban halt meg a dédmamám, és 81-ben a dédpapa, és ugye már többször meg lett hosszabbítva a sírhely, és most éppen lejárt. És ezt még 10 évre befizettük, be akartuk fizetni, be akarjuk fizetni, és ezt kellett intézni, csak hát nem olyan egyszerű, mert ugye hát a szüleimmel már nem olyan egyszerű Ausztriába kimenni, én meg a pánik miatt már, hát nem tudom, mostanában nem szívesen vezetnék le annyi kilométert, pedig régen imádtam. Tehát megjöttünk Ausztriából, reggel mentünk, este jöttünk, levezettem mit tudom én hány kilométert, és úgy éreztem, hogy most indulnék újra. Most meg már egy ilyen pomáz út is néha, na mindegy. Pedig imádok vezetni, tehát ez nagyon rossz, amikor közben jön rám, és nagyon rossz. Na, szóval most meg akartuk úszni, hogy ki kelljen menni, és személyesen intézni, és el is lett kezdve a folyamat, hogy megadják 10 évre, csak ugye ezt be kell fizetni. Na most itt kezdődtek a gondok, mert apu egyszerűen nem tudott elvonatkoztatni attól a gondolatától, hogy mivel megvolt, hogy 181 euró a sírhely 10 évre, és ő kitalálta, hogy eurót vált, amit majd felrakunk az én bankkártyámra, hogy arról fizessük be a 181 eurót. És ez konkrétan ő így gondolta, hogy készpénzbe kivesz 181 eurót, bevegyünk a bankba, rárakatjuk a számlámra, majd a számlámról átutaltatjuk az osztrák Bank Ausztriába a pénzt. És egyszerűen nem tudtam neki elmagyarázni, hogy ez nem így működik, ezt ne bonyolítsuk már túl. Az van, hogy én itthonról a kanapém kényelméből átutalom simán az osztrák banknak a pénzt, és ennyi az egész. De hogy ez nem jó, mert neki kell papír róla, meg jó, mondom, akkor menjünk be az OTP bankba, és akkor ott utalják át, és állítanak ki neked róla papírt. De ő hozta a kis eurót, hogy akkor majd azt rárakatja a
bankban a számlámra. És mondtam neki, hogy jó, mondom, tudod mit? Te tudod, csináljuk, ahogy szeretnéd. És bementünk a bankba, és ugyanezt előadta. És a kis bankos kisasszony egyszerűen nem értette, hogy apu meg ezt nem értette. Na mindegy, aztán eljutottunk odáig, hogy a kártyámról átutaltuk minden gond nélkül. És aztán bementünk a bankba, és ott melegen volt, levert a víz, sok ember volt, sokat kellett várni. Valami hiszti is volt valakiknél. Akkor feszültek voltunk, és egyszerűen rémálom volt ez az ügyintézés ma, és nem ment, és aztán átadtak minket egy másik bankosnak, egy fiúnak, az meg nem értette, miről van szó. És akkor címszavakban elmondtam neki, hogy sírhelyet szeretnénk meghosszabbítani, erre mondja, hogy részvétem. Mondom, köszönöm. És elkezdik mondani, mi történt így. Hát mondom, basszus, gondoltam magamra, nem mondtam ki, nem mintha rád tartozna. Nem most haltak meg, hanem még 1981-ben, de azért köszönöm a részvétet. Na mindegy. Ez úgy bírom, amikor minden áron beszélgetni akarnak, tök mindegy, hogy miről, csak beszélgessenek. Mindegy, és akkor még ott eltököltünk, vagy fél órát, de fú, én már nagyon kivoltam. Már nagyon, nagyon nehezen. Amúgy is nehezen viselem az ilyen ügyintézéseket, mert na, de ebben az állapotban meg aztán végképp. Most meg hazajöttem, megettem a maradék kaját, tészta volt, ilyen szószos tészta, és egyszerűen nem tudok magammal mit kezdeni. Semmihez nincs türelmem. De semmihez, amit amúgy szeretek, meg úgy valami alkotót csinálnék, amivel úgy előrébb megyek, vagy tanulnék, vagy valami, de nincs türelmem hozzá. Akkor szemészetre szeretnék menni, mivel elkezdtem rosszul látni, tehát már közelre kicsit hunyorognom kell, de szerintem már távolra is, úgyhogy most már fog kelleni szemüveg, és húzom, halasztom a dolgot, de hát kár volt, mert fölhívom az STK-t, február 13-ára kaptam időpontot. Úgyhogy addig én szerintem nem bírom ki, valamit ki kell találni. Vagy lehet, hogy egy optikába bemegyek, és ugye, hogyha rendelek szemüveget, vagyis hogy meg is rendelem a szemüveget, akkor gondolom van látásvizsgálat, vagy fogalmam sincs, szemész, orvos kell hozzá, vagy azt se tudom, nem tudom. 25 éve nem voltam szemészeten. Ugye akkor műtötték meg a szememet, mert akkor mínusz dioptriám volt, és 20 évre vállalta a szisztéma az Arcibashev doktor, a nem lézeres, hanem szikés szemműtétet, és most már 20 év letelt bőven. Meg hát a koromból kifolyólag is most már aktuális, hogy javítani kell a látásomon. Hát szóval ez a mai nap, most itt nyuglődni fogok, mert egyszerűen nem, mert mindent megcsináltam, reggel ugye kitakarítottam, és én soha nem szoktam így lenni, hogy ne tudjak magammal mit kezdeni, mert olyankor nekiállok tanulni, bármit, szeretek tanulni, szóval azzal nincs gond, imádok olvasni, de most nem, egyszerűen nem tudok figyelni. Azon gondolkozom, le kéne menni újra futni, vagy nem tudom, lehet egy kis jóga jót tenne, de mintha még ahhoz sem lenne türelmem. Na jó, van, most már nagyon régóta szenvedek itt, úgyhogy biztos unjátok, majd még jelentkezem.